Súlyosan beteg gyerekeket és nem utolsó sorban a szüleiket látták vendégül a hétvégén Siófokon. Immáron hagyományá vált, hogy ilyenkor a tavasz közepén meghívják a már gyógyult vagy gyógyulóban lévő gyerekeket. Neves sportolók is segítettek a jó ügyért. Idén az úszószövetség segítségével olimpiai és világbajnok úszók érkeztek a siófoki táborba, ahol a színpadon egyszerre 13 olimpiai érem tulajdonosa ült. Amikor megkeresték őket, azonnal igent mondtak. Mi próbáljuk segíteni az elért teljesítményeinkkel, illetve a népszerűségünkkel felhívni az emberek figyelmét arra, hogy igenis segítsünk egymáson. És hogyha mi már ennyivel hozzá tudunk járulni a gyerekek gyógyulásához, és egy-két mosolyt tudunk csalni az arcukra, akkor úgy érzem, hogy már megérte. A Ments Életet Alapítvány hagyományosan most is egy siófoki szállodában látta vendégül a súlyosan beteg gyerekeket, és nem utolsó sorban a szüleiket. Most azokról az anyukákról, akik ott töltik az adott esetben hónapjaikat, éveiket a betegágy mellett, és vigyáznak ezekre a kis emberekre, és fogják a kezüket. Róluk szeretnénk ma anyák napja révén is megemlékezni, mert hogy véletlenül ez most pont egybeesik anyák napjával. A gyerekek minden ilyen alkalommal megerősödve, lelkileg feltöltődve mennek haza. Nagyon fontosak ezek az élmények, óriási és fantasztikus érzés az, hogy most is nagyon sok, nagyon nagy eredményt elért sportolónk látogatott el hozzánk. A szülők és a gyerekek is azt mondják, hogy egy-egy ilyen rendezvény nagyon sokat segít. Amúgy nem nagyon van lehetőség ilyen szállodai részvételre, úgyhogy nagyon örülünk neki, mert vártuk nagyon meg a gyerekek is. Ez egy ilyen biztosítékot ad, hogy mások is átélik a nagyobb, nehezebb akadályokat. A Ments Életet Alapítvány hétvégéjén a gyerekek beszélgethettek a bajnokokkal, de nagyon sokat játszhattak is, hogy egy kicsit kizökkenjenek a kezelések mindennapjaiból, és átéljék a játék okozta örömöket.